Szervusztok, sziasztok! M3 Autópark, így van, jelentkezik M3 Autópark, mint ahogy koncertó is, üdvözlünk titeket, szervusztok, sziasztok! És egy kis autót, a Fiatnak, a kis pandáját fogjuk most megcsodálni, ugye? Igazi kis városi cirkáló, és 2013-ban szaladt le a szalagról, de itt aztán még időgéppen ugorhatnánk is egyet, mert ez olyan, mintha tényleg most jött volna le. És rögtön meg is vizslatjuk, hogy miért. Egy ötajtós kivitelű, ez is metán színű, és nem is alapmodell. Rögtön látni fogjuk. Kerekei is azért teljesen rendben vannak. Mutatom a gumikat. És teljesen karcmentes, gyönyörű, újszerű a karosszériája. Egy kis 1-2-es motor. Itt a városban tökéletes, de egyébként még hosszabb útra is lehet vele nyugodtan cirkulálni. Nagyon szépek, itt van ugye hátul egy kicsit fehérebb ez a jobb hátsó alsó lámpikája, azért mert ugye az neki a tolató lámpa. És amit még láthatunk rajta, az a csoda szarvasunk, Concertónak nagyon tetszik, még a tapintása is brutálisan kellemes és finom. Rajta adtuk itt nektek, így kaptuk vele, és tényleg nagyon mutatós neki a szarvasunk. No, hát kukkantsunk akkor még bele, nézzük meg jobban. Mitől is olyan új ez a járgány. Így néz ki, jobb oldala. És már is megtaláljuk egyik szakértőnket. Az egyik fiunk itt mutatja nekünk. Nagyon szépen köszönjük Petinek, hogy itt vannak bizony a nyári kerekei is, tehát megvan neki az is teljesen újszerű állapotban, felnire szerelve. Ide becsomagolták nekünk, és ide betették a hátsó ülésekre, egy kicsit azért le kellett dönteni, hogy elférjenek, mert abban a csomagtartóban tényleg nem fért volna be. Egyébként teljesen szép kárpitozásunk is. Hogy mennyire szép, azt mutatom itt nektek akkor elől, hogy milyen. No, hát ilyen szép világos betéttel van. Ugye itt elektromos ablakok is vannak, a hangszórónak is ilyen érdekes rácsot tettek, egész illeszkedik ide, és a Fiat visszament ezekhez a hagyományos nagy gombocskát, és majd mutatom is nektek a műszerfalon, hogy ott is követi a jövőt. Nagyon szép ilyen kis betétek vannak rajta, ilyen kis kockás kis mintás, piros szürke betétek, és így néz ki minden ülése, tehát a hátsó ülések is. A kézifékkar is érdekes, ilyen egészen kerekített formája van. Ja, ott találjuk a pohártartóink, illetve a fejegységünkhöz a bemeneteket. Ötsebességes manuális váltókar itt egész fönt helyezkedik el, tehát itt a felső konzolon van. Az elektromos ablakemelők, amik ugye automatán szánkáznak le, és a kipörgés gátlónkat tudjuk itt kikapcsolni. Működik a klímaberendezésünk, és látjátok, ilyen érdekes kis gombocskái vannak neki a kapcsoló szerveknek, nagyon aranyosak, és tényleg ügyeltek a dizájnra, itt is ilyen fehér betéttel emelték ezt ki. A fejegységünk pedig ugye elég sok mindent tud, itt lehet egyébként még a fényszóró magasságokat is állítani, illetve a City Servo-nkat bekapcsolni. No, egész jó pofa kis járgány, és mutatom nektek a kormányát is, mert az is sem alaptípus, ugyanis telefonálgatni is tudunk róla, mutatom szépen körbe, és itt még tudunk ugye különböző rádió beállításokat is végrehajtani, illetve a fedélzeti kompjúterünket innen az ablaktörlő karról kapcsolgatjuk. No, milyen érdekes lehet még ebbe az autóba? Mert ahogy írtuk is az adatlapon, nem tudom, néztétek-e, a kilométer az, ami nagyon érdekes, rendkívül keveset futott, mutatja is nekünk Feri, hogy megvan bizony itt a szervizkönyve, és ezt nézzétek, mennyire odafigyeltek a szervizére, tényleg ritkán látni ilyet, hogy egy 22.000 kilométeres autóba még vezérlést is cseréltek 2018-ba, íme ide dokumentálták, és 11.000 kilométernél. Tehát itt nem csak a kilométert figyelték, hanem azt is, hogy elteltek már az évek, de ugye az állapota az teljesen megőrizte az eredeti szép, gyönyörű állapotot. Be is indítom nektek, és megmutatom a motorterét, mert az még nagyon izgalmas, hogy hogy ketyeg ez a közel 70 lóerő. A kulcsai azok természetesen úgy, ahogy a szervizkönyve is, minden rendben, azok is mind a kettő megvan, az egyik egy ilyen kis távirányítóval szerelt, tehát tudunk benne ajtót nyitni, zárni.
megmutattam így egy picit messzebbről is, és nézzük, hogy hogy indul, és mit találunk még benne. Azt látjuk, hogy bizony ülés magasságot is tudunk állítani ezzel a karral, illetve kormányoszlopot is tudunk állítgatni, és ha belehuppanunk, akkor látjuk is, hogy 22.382 kilométeres az autónk. Nagyon szép a műszerfalunk, ezzel tudjuk a trippet gombokkal állítgatni, hogy épp mit mutasson. Azt is mutatja, hogy nyitva van az ajtónk egyébként. Rendkívül csendes. Itt a rádió kijelzőnk, és itt a klímaberendezésünk. Az is teljesen jól működik, tökéletesen. Hűt-fűt, elektromos ablakok teszik a dolgukat. És így működik a klímánk, ekkor van bekapcsolva ez a kis zöld kis lámpácska, mutatja neki. No, ahogy ígértem, lássuk azt a motorteret. A hangszórókat is megmutatom, nektek azok is nagyon szépek. Igazán dizájnosak itt ezek a felső hangszórócskák. És a biztonságunk is, ugye itt van a függő, légzsákok is gondoskodnak róla, tehát azzal is rendben vagyunk. No, nem is hallani, hogy jár egyébként, de jár ez a motor. És meg is mutatom nektek, hogy miket egy itt a motorterünkben. Már nem nyitottuk ki. Kinyitjuk gyorsan. Innen lehet kinyitni. Azt elfelejtettem. Most már igen. Hallani, ahogy jár? Hát annyira csendes, hogy hihetetlen. Minden rendben, hővédők, porszáraz az egész. Teljesen új. És dokumentálták ide is, amit a szervizkönyvben láttunk, hogy itt van a vezérlés, le van cserélve. Nem mintha olyan nagy összeg lenne, mert olcsó fenntartású autó, keveset is fogyaszt, könnyű és egyszerű szervizelni. Rajta van a zajszigetelésünk is, és gyönyörűen ketyeg ez a kis 1-2-es 69 lóerős Fiat, és teljesen újszerű állapotban, minden extrájával várja a következő tulajdonosát. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a filmecskénk, és mindig mutatunk új kocsikat, hamarosan jön a következő. Köszönöm szépen, szervusztok, sziasztok!